pillanatokon belül elkezdődik a Fekete Péter bemutatója, mögöttem már a hangbeállás zajlik. A Madách Színház nagyszerű repertoárja egy új színnel bővül, ezzel a kis operettel. Ejzem a Mihály örökzöld slágerei ezúttal a Madách Színház nézőit hódítják meg. Szeretve ezt a szerepet, mindenki szereti, hogyha az a címe egy darabnak, mit tudom én, hogy Fekete Péter, és ő a Fekete Péter, vagy Hamlet, és ő a Hamlet. Ugye ez eleve szeretett, a színész ide nekem az oroszlánt, és mindent akarok játszani, természetesen szeretem. A szeretet pedig abból adódik, hogy igazán azonosulni tudok ezzel a figurával. Tehát ezt az akkori leírt szöveget ugye le kell fordítani arra, hogy mit jelent nekünk ma ugyanez a Fekete Péterség. Az, hogy néha azt érezzük, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebb, de megint nekünk jött egy számla, amit már megint be kell másnak, meg milyen könnyű, mert marad a hó végére pénze, meg még mi állunk abban a sorban, ahol nem megy, és a másik sor meg halad, meg mit tudom, tehát néha pekfogelnek érezzük magunkat. Andra, egy nagyon izgalmas szerepet játszol ebben az előadásban, Szőnyi Ellát, egy kicsit szörnyellás ő, nem? Igen, abszolút, nem is kicsit, hanem nagyon. Ez egy nem rokon a családnak, de a két főszereplőnek a nevelő anyukája, egy színésznő maga is, aki aztán abba hagyta a színészetet, de a színház megmaradt neki, mint egy ilyen csodálatos álom, és átfordult a karaktere egy kicsit a Szent Fazék irányában. Personálisan milyen újra itt lenni velünk a Madách Színházban? Jó, én gondolatilag mindig itt vagyok veletek, mert ez az én ott színház otthonom. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, volt bennem félszt, mert hát én egy prózai színésznő vagyok, aki néha énekel, hogyha van rá mód, meg szeretek énekelni, de azért volt bennem egy félszt, hogy itt azért milyen elvárás van. És aztán nagyon örültem, mert aztán a végén a főpróba héten a Kolcsák Tibor megnyugtatott. Imádtam, tehát végre egy karakter szerep, és nem az elejétől fogva egy csodaszép királylány, de hát ugye nem hazudtalhatom meg magam, muszáj fölöltöznöm királylánynak. Van bennem ugyanúgy egy rút kiskacsa, mint egy hercegnő, és nagyon boldog voltam, hogy ezt most meg lehetett itt mindent mutatni. Inkább zenés játéknak mondanám, és az Ejzehan Mihálynak a dalai csendülnek föl. Az egész egy pamflet, igazából kitekertük ezt az egész operett dolgot, és egy ilyen zenés játék lett belőle. Volt egy szövegkönyv, ami azért valóban jelentős mértékben eltér az eredeti Ejzehan Somogyi Zágon féle változattól, a 42-es változattól. De maga az előadás az még sokkal-sokkal inkább eltér az eredeti változattól, mint maga a szövegkönyv. És nem csupán azért, mert valóban jó néhány mondat dicséri a Fekete Pétert alakító Magyar Attila utolérhetetlen humorát, hanem azért, mert ezt az egész, ha tetszik, posztmodernnek nevezhető kollás technikát, tehát hogy bevágunk a darabba filmbeli jeleneteket, ezt az első színrevitelkor, tehát 15 évvel ezelőtt találtam ki. Az egész életem a prózában szocializálódott, és most tragikus hirtelenséggel rövid intervallummal két zenésben is volt részem. A Vuk az egy komoly musical, és ez pedig egy sejmes operett, és még operettben én azt hiszem az életemben nem játszottam. Nyilván féltünk eleinte tőle, hogy meg hogyan fogja fogadni a közönség, meg hogy egyáltalán milyen lesz nekik ez az új műfaj, hiszen az a Madách Színházban ez talán egy új műfaj. De én hiszem, hogy szeretni fogják, és hát a próbák is úgy teltek, hogy beleadtunk apait, anyait, mindent.
természetesen az ember tudja, hogy holdvilágos éjszakán, hogy miről álmodik a lány, hogy ez egy hülyeség. De közben olyan gyönyörű, nem? Olyan gyönyörű. Én mindig arra gondolok, hogy hát, ha megjön a királyfi a fehér lovon, nem valószínű, de közben ez olyan jó. Van valami titka ezeknek az operetteknek. Én mindig nagyon vágytam, hogy a Madár Színház műsorára egy operett kerüljön. Egyrészt mi nagyon elkötelezetten műveljük a musical műfaját, ami hát teljességgel más. De közben ebben a hungarikumban, ami ez az operett, van valami nagyon különleges.